Már a főszezon előtt kritikussá vált a szakember hiánya hazai vendéglátásban. Országszerte keresik a szakácsokat, pincéreket és a konyhai kisegítőket. Az elvándorló szakemberek miatt a vállalkozók nehéz évre számítanak a turizmusban és a vendéglátásban egyaránt. Tudják, hogy külföldön jóval magasabbak a bérek, ezért gyakran továbbállnak a szakemberek, akik aztán rosszabb körülmények között vagy alacsonyabb presztízsű munkát is elvégeznek a több pénzért. Először úgy indultunk, hogy a Balaton mentek az emberek. Most már mennek Ausztriába, Németországba, Angliába, Írországba, és sajnos nincs szakember. Ugye nagyon sok helyen képzik a szakembereket, nem biztos, hogy mindig megfelelő az a hely. És aki van szakember, az első dolog, aki fel fog szabadulni, az első dolog, hogy megyen külföldre. Mindig azt mondom, hogy mehet valaki külföldre dolgozni, mert tényleg sok pénzt lehet keresni. Viszont megfelelő gyakorlat nélkül teljesen felesleges kimenni. Nettó 150-200 ezer forint különbség van a hazai és a nyugat-európai fizetések között ezekben a szakmákban. Azt látjuk, hogy itt mennyi pénzt lehet keresni. Mennyi pénzt lehet kint keresni, de soha nem teszünk figyelembe, hogy mennyi munkával és milyen munkával lehet több pénzt keresni. Ugye itt, ha valakinek mosogatni kell, akkor húzza a száját. És a fiatal szakács ki fog menni, úgy segítik mást, csak mosogatni, meg kumitisztani. A mesterszakács kollégám mesterszakácsként ment dolgozni hajóra. És 6 hónapig csak citromot hámozott, és pucolta ki a hártyájából, és mesterszakács volt. Mert ki kellett volna a sorját, hogy ő is feljebb kerülhessen. Most nem csak a vendéglátásról, hanem általában a szakemberhiányról beszélgetünk. Vendégem Gurbánné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. De nyilván van rálátása a vendéglátásra is, az itteni hiány szakmákra is. Vajon miért vagyunk most 2016-ban olyan állapotban, olyan helyzetben, hogy ezek a egyébként szerintem nagyon jó szakmákból hiány van? A Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak nyilván nincs kimutatása arra vonatkozóan, hogy most hányan vándorolnak el külföldre. Természetesen a kollégákon keresztül tudjuk, hogy van ilyen, és hát azt is tudjuk az adatokból, figyelemmel kísérjük, hogy egyfajta elvándorlás érzékelhető a mennyében. Nagyon érdekes, hogy az említett szakképesítések, tehát a pincér, cukrász, szakács nem tartozik a hiány szakképesítések közé Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Nemzetgazdasági Miniszter minden évben kiadja, hogy az adott megyére vonatkozóan mondjuk 2015-16-ban 12 szakképesítés volt, a 2016-17-es tanévben már 20 olyan szakképesítés van, amelyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hiány szakma, és ezáltal ösztöndíjas szakképesítés. Ezek nincsenek közötte, de nyilvánvalóan tudjuk, hogy kimennek külföldre ezek a szakemberek. A kereskedelem, vendéglátás, turizmus területén egyébként nem csak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, de a többi megyei iskola, és én úgy gondolom, hogy színvonalas képzést biztosít. Én a mieinket említeném, tehát a Sipkai Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola úgy gondolom, hogy meghatározó szerepet tölt be akár a kereskedelem, turisztika, vendéglátás területén. Természetesen tudjuk, hogy Nyíregyháza és környéke ezen a területen nagyon szépen fejlődik, és nekünk ezeket követni kell, és több szakembert kell képezni, és tartjuk is a kapcsolatot azokkal a szakmai szerkezetekkel, amelyek tudnak bennünket segíteni. Én 3 részre bontanám: az iskolarendszerű képzésünkre, a felnőtt oktatásra, ahol az elmúlt egy évben közel 1000 szakembert iskoláztunk be, 2 év alatt szerezhetik meg a szakképesítést, és a harmadik pedig a felnőtt képzés. Tehát nagyon örülök annak, hogy a gyakorlati oktatás vezetői státusz visszakerült, és ezekkel a gazdálkodó szervezetekkel tartják a gyakorlati oktatás vezetőink, az iskolák a kapcsolatot, és tudunk reagálni akár gyorsan is erre a munkaerőigénynek a szakszerű képzésére. Éppen néhány nappal ezelőtt voltam a Sipkaiba egy felnőtt képzési tanfolyam záróvizsgáján, ahol éppen cukrászok, szakácsok és pincérek vehették át a bizonyítványukat, és remélem, hogy nem külföldre mennek, hanem itt fognak elhelyezkedni elsősorban a megyében. Hát azt mondja, hogy van ilyen képzés, igen, és végeznek is a fiatalok vagy idősebbek, igen, csak sokan utána mennek is. Mondta, hogy minden évben a Nemzetgazdasági miniszter meghatározza, hogy melyek mondjuk egy adott megyében a hiány szakmák. Mondjon néhányat, vagy szektort, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jellemző most.
Tehát most ebben a tanévben 4 iskolánk van, aki nagyon sok ilyen hiány szakmába iskolázott be, ösztöndíjasak ezek a szakképesítések. Ilyenek elsősorban az ács, a bádogos, a gépészek, a mezőgazdasági ipari gépész terület, de most például a 16-os, 17-es tanévben már megjelenik az egészségügyi, a szakápoló, a mentőápoló képzések is, és a női szabó is visszatér ebben a 15-16-os tanévben és a 16-os, 17-es tanévben is a hiány szakképesítések között van, de például megjelenik a vegyipari technikus, és ugye ez már a konkrét munkaerőpiaci igénye is teljes mértékben összhangban van napjainkban, és érzékeljük, hogy itt Nyíregyháza környékén a műanyagipari, a gumipari cégek jönnek ide, települnek, és nyilvánvalóan szükségük van munkaerőképzésre. Én visszatérve a kereskedelem, vendéglátás, turisztika, de ugyanezt el tudom mondani az építőipar, vagy a gépész, vagy az egészségügy, vagy például ilyen a szociális gondozó, szociális szakgondozó, szociális ágazatra vonatkozóan is, hogy mi szeretnénk szorosabb kapcsolatot építeni, és mi nagyon sokat tettünk az elmúlt egy évben azért, hogy találkozzunk a vállalkozókkal, a cégekkel, de kérjük őket, hogy ők is keressenek bennünket a Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapján, megtalálják, hogy felnőtt képzés, felnőtt oktatás területén milyen lehetőségek vannak, hiszen közel 80 szakképesítésben van arra kompetenciánk, hogy képezzünk, és én úgy gondolom, hogy magas színvonalon, és nagyon sok felnőtt képzési programunk van, amely ilyen a pincés szakács is, ahol bármikor tudunk indítani tanfolyamot, és én továbbra is csak ösztönözném őket, hogy gondolják újra a felnőtt oktatás lehetőségét, hiszen semmi nem zárja ki, hogy a saját dolgozójukat irassák be ingyenesen a felnőtt oktatásra, ahol 2 év alatt átképzik, vagy esetleg egy másik szakképesítést is szerezhet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki iskola rendszerben, tehát fiatalként tanul, akkor ebben a 20-ban ösztöndíjat is kaphat, ha viszont felnőtt, akkor ingyen szerezheti meg az ösztöndíj, tehát azt, hogy ösztöndíjat kapjon valaki, annak az a feltétele, hogy nappali rendszerű képzésben vegyen részt is a hiány szakképesítések között. De akkor főleg a fiatalokra vonatkozik ez inkább, de akkor a felnőttek is ingyen. Tehát, hogy jó, második szakképesítést teljesen ingyen szerezheti meg, tehát most példát mondok, visszatérve ismét a kérdéses pincér cukrász szakács, hogy nem csak felnőtt képzésben szerezheti meg, nem csak iskolarendszerben, egyébként nagyon népszerű, tehát nincs ezen a területen beiskolázási problémánk, és nem csak a Sipkai, a Bencs László szakiskola is képez pincércukrászt, és természetesen várjuk őket az iskola rendszerűben, a felnőtt oktatásban és a felnőtt képzésben és a említett felnőtt oktatásban is indítottunk éppen az említett iskola pincércukrász és szakácsképzést. Egy nagyon rövid kérdés a végére, hogyha valaki most kap fejéhez, hogyha látja a műsort, a beszélgetésünket, még most is van lehetőség szeptemberben? Igen, tehát a felnőtt oktatásban szeptemberben és keresztfél évvel februárban indítunk képzéseket, egyébként a Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapján beüti a keresőbe, fölmegy, ott talál jelentkezéslapot, kikölti, de kollégáim állnak a rendelkezésükre, bárki eljöhet hozzánk személyesen, telefonon, e-mailben válaszolunk az e-mailjükre, a felnőtt képzési tanfolyamainkat pedig bármikor tudjuk indítani. Főigazgató asszony, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm szépen.